képviselőit köszönjük az érdeklődést. Azt tudjuk, hogy 23 párt lesz rajta az országos listán. 23 párt lesz rajta ezen, de még ennél is több jelölt van bizonyos egyéni választókerületekben. Azt is tudjuk viszont, az elmúlt években ezek közül nagyjából 9-10 végzett érdemi politikai tevékenységet. A legtöbbnek tehát nincsen mérhető támogatottsága, nincsen politikai tevékenysége. Nem tudom, ki emlékszik arra, amikor az iránytű párt mondjuk felfedezett egy korrupciós tevékenységet, vagy éppen a KÖSZ vagy a NET párt kiállt valami mellett, mi nem emlékszünk ezekre. Felvetül a kérdés, hogyan gyűjtötték össze az 500 aláírást, 500 érvényes aláírást legalább 27 egyéni választókerületekben. Meg tudjuk válaszolni. Azt hiszem, hogy az elmúlt hetek sajtóértesülései is bizonyítják azt, hogy több körzetben a Fidesz segítette ezeket a pártokat, többek között a Lendülettel Magyarországért pártot is abban, hogy összegyűjtsék az aláírásokat. Számos helyen bebizonyosodott az, hogy állampolgári adatokat másoltak át, sokszor halott emberek adatait másolták át ívekre. Tegnap a Nemzeti Választási Bizottság elutasította azt a kezdeményezést, hogy országosan minden helyi választási bizottság vizsgálja meg az összes aláíróívet, vizsgálja meg azt, hogy mely pártok adatain, aláírásai között szerepel, halott emberek aláírása, mely pártok másolhatták esetleg, mondjuk a Fidesz listáiról az aláírásokat. Elutasították ezt, biztosak lehetünk tehát benne, hogy nem lesz felelősségre vonás. De a Momentum nem csak látja a problémákat, hanem mindig megoldásokat is próbál kínálni. Ilyen megoldás volt az például, amikor az Olimpia, mint egy hatalmas korrupciós lehetőséget megakadályoztunk, és ilyen megoldást kínálunk most is. Ugyanis kidolgoztunk egy kamupárt szűrő eszközt, amelyet nem csak online fogunk elérhetővé tenni és nyomtathatóvá tenni, hanem a pultjainknál is osztogatni fogjuk országszerte. Ez a kamupárt szűrő eszközt, amelyet mindjárt bemutatunk önöknek, ezzel lehetővé válik az, hogy a választópolgárok ezt ráhelyezzék a szavazólapra, és azonnal lássák azt, hogy melyek azok a pártok, amelyek ténylegesen munkát végeznek, akármilyen irányba is. Ezt be fogjuk mutatni nem sokára, hogyha esetleg az érdekes a kamerák számára. Ezeken a ilyen módon az íveken az fog látszani, hogy mondjuk a Momentum, vagy éppen akár a Fidesz is rajta van, hiszen a kamukormányzást folytatnak, de politikai tevékenységet az ország kárára ugyan, de végeznek. Rajta vannak tehát azok a pártok, amelyek ténylegesen próbálnak szólni a választókhoz, nem csak 4 évente egyszer, nem csak a pénzért, hanem valóban egy társadalmi problémákról próbálnak beszélni és kiállni értékek mellett. Ezt fogjuk tehát osztogatni a pultjainknál, és bízunk benne, hogy minél több választópolgárnak segítünk a helyes útnak a megtalálásában és az eligazodásban. Hogyha ezzel kapcsolatban van bárkinek valamilyen kérdése, vagy akármi más témával kapcsolatban, akkor rendelkezésre állok. Magyar Márta hírtelevizióban a kettő darab kérdésem van, az egyik szorosan a témához kapcsolódik, hogy például Csepelen, de ahogyan említette is, nagyon sok helyen egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy már elhunyt embereknek, vagy már elköltözött embereknek az adatai nem csak az úgynevezett kamupártoknak, hanem például a Fidesz aláíró évein is szép számmal szerepelnek. Van-e arra bármi esély a Momentum szerint, hogy április 8-áig akár ezeket a jelölteket levegyék a szavazólapról, vagy hogy bármilyen érdemi nyomozati tevékenység döntés szülessen a választásokig, hogy a szavazók tisztán láthassanak, illetve a szavazólapok is egy kicsit tisztulhassanak? A Momentum az minden egyéni választókerületi választási bizottságban, illetve a Nemzeti Választási Bizottságban is beültette a legkvalifikáltabb jogi szakértőit, akik mindent megtesznek azért, hogy felderítsék ezeket az ügyeket. Ahhoz viszont, hogy ezek valóban levehetők legyenek a szavazólapról, és a Nemzeti Választási Bizottság is, akinek sok fideszes delegált dolgozik benne, kiálljon és levegye, tulajdonképpen betiltsa ezeknek a pártoknak a választáson való részvételét, ahhoz arra kicsi esélyt látunk most. A rendőrségnek, az ügyészségnek mindent meg kell tennie azért viszont, hogy ezeket az embereket, akik be akarják csapni a választókat, megbüntessék és ellehetetlenítsék az együttműködésüket. Köszönöm. A másik kérdésem pedig Fekete Győr Andrásnak a mai nyilatkozata, miután Karácsony Gergely őt, illetve az együttvezetőt is meghívta egy tárgyalásra. Mit jelent pontosan a pártelnök miniszterelnök jelölt szava, hogy nem megállapodásokra, hanem tettekre van szükség? Várhatóak-e további visszalépések a Momentum részéről, illetve elvárják-e azt, hogy bizonyos esetekben a Momentum javára lépjen vissza ellenzéki párt, és ha igen, melyik?
Már számos példa van arra, amikor láttuk tárgyalni az ellenzéket. Láttuk 2014-ben, milyen sikeres volt, és láttuk most a hétvégén is. Volt itt részegezés, volt itt beperelés, volt itt minden. Nekünk nincs szükségünk erre a felhajtásra, erre a botránykeltésre, és politika számunkra nem erről szól. A politika a tettekről szól, és nem beszélgetni kell zárt ajtók mögött, hanem tenni. Mi megtettük azt, hogy három körzetben esélyes és hiteles jelölteknek visszaléptünk. Mi azt mondjuk, hogy tegye meg ezt az MSZP is, tegye meg a Jobbik is egyébként. Szóval ennek a két pártnak az együttműködésére van leginkább szükség ahhoz, hogy a legtöbb körzetben meghatározzuk azt, hogy a fideszes jelölt nyerjen. Éppen ezért mi azt javasoljuk, hogy valóban Karácsony Gergely is mondja azt, ahol látja, hogy a saját jelöltjeik nem lesznek esélyesek, lépjen vissza egy helyi esélyes jelölt javára. Lehet ez Lakatos Béla például, aki a Momentum jelöltje, de lehet olyan Jobbikos jelölteket is találni, vagy LMP-s jelölteket, ahol szükség lehet az ő támogatásukra. Mondjuk Szekszárdon, ahol mi visszaléptettük a saját jelöltünket, MSZP is megtehetni ugyanezt. Köszönöm, még egy utolsó kérdésem volna, mert azt mondta, hogy az MSZP és a Jobbik megállapodására volna szükség, azért a legtöbb politikai elemző arról beszél, hogy hát bár mondjuk az MSZP esetében politikai öngyilkosságról beszélni, már túl sok értelme nincsen, mondjuk a Jobbik esetében talán még lehetséges. Kifizetődő lenne ez akár szavazatszámba is, illetve mozgósításban, mert ugye mindenki a választási részvételről beszél, de most ha szimpatikus, a választópolgárnak szimpatikus jelöltek lépnek vissza, az akár a választási hajlandóságot is csökkentheti. Az a kérdés, hogy a választók mikor mennének el jobban szavazni, abban az esetben ha van egy esélyes kihívó egy helyben. Ez lehet Jobbikos, lehet Momentumos, lehet MSZP-s, lehet LMP-s, vagy lehet MSZP-s, teljesen mindegy szám. Őket leginkább az érdekli, hogy vessünk véget ennek a botrányos kormányzásnak, ami az elmúlt 8 éve megy, csak botrányos, hanem kifejezetten káros. Ha megnézzük akár a kórházak állapotát, akár hogy az ember elmegy ebben a hideg időben is, Hevesben, Ógrádban, ahol szeméttel kell fűteniük sok embernek. Azt gondoljuk, ezt feltételezzük, igen, hogyha egy jelölt állna szemben a Fidesz jelöltjével, többen mennének el szavazni, listán pedig mindenkit arra buzítunk mi is, hogy húzza be arra a jelöltre, arra a pártra pontosabban az X-et, aki számára a legszimpatikusabb és képviselő az értékeit, és soha nem mondanánk azt, hogy ez legyen a Jobbik, vagy az MSZP, egyikkel sem tudunk azonosulni, jelöltek esetén viszont előfordulhat, hogyha a Steinmetz Ádám a Jobbik jelöltje, a teljesen tisztességes jelölt, úgyhogy igen, az MSZP-nek és Jobbiknek is erre kéne buzítani a saját embereit. Köszönöm szépen. Szemben ennek hajlandóak lennének visszalépni. Tehát, hogy Urantás hajlandó lenne visszalépni az első választókerületben, Juhász Péter javára.